Akkor most fókuszban a mi vb selejtezünk Vélemény a román sajtóból. A szerény képességű magyarok ellen nevetségesen gyengén játszottunk, így egy román napilap. Hagyi szerint ezzel mi magyarok elszálltunk a versenyben. Jenei Imre rég látott ennyire rossz meccset a zárt kapus vb szellős védekezése és bénázása miatt fulladt a végére. 2 2 ben már megnyert meccs, a tanulságokat próbáljuk leszűrni a korábbi 34-szeres válogatott védővel, a ma edzősködő Mátyus Jánossal. Szia János, jó reggelt kívánok! Tiszteltek, köszöntöm a nézőket, jó reggelt kívánok! ugye régi szokás az ellenfelet feldicsérni azzal a nyilvánvaló hátsó szándékkal, hogy ezzel a sajátjaink teljesítményét is felértékeljük. Most ne ezt tegyük. milyen volt ez a román csapat? Én nem tenném azt, hogy felértékelem őket, csak azért, hogy a saját érdemeinket esetleg fölemeljem. Nézd, ő, egy borzasztó mérkőzés volt szakmaiak, hiszen, hiszen ő, a, a Simona korán sem volt teget erdeső, de ettől függetlenül óriási lehetőség volt a kezünkben, és én azt gondolom, hogy lelkalappal a magyar csapat előtt, attól függetlenül a végén egy borzasztó bal szerencsés csak egy pontot tudtunk megszerezni. Összességében nem játszottunk rosszabb, mint az ellenfél, sőt, és ez mindenképpen érdem szerintem számunkra. Azt te felvélted-e fedezni, hogy Picurka szövetségkapitány kapitány elképzelése, terve, az mi volt? Tehát ők mit akartak ellenünk játszani? Taktikailag most nem mennék bele a kérdésedbe, egyértelmű volt szerintem az, hogy egy pont eljöttek, hiszen annyira hát defensívan játszottak, gyakorlatilag nem is nagyon volt felépített támadásuk, én azt gondolom egyértelmű volt, hogy egy pont eljöttek, és hát hatalmas szerencsével végül is elérték ezt. Uh -huh. Na most uh, ehhez képest milyennek láttad a magyar csapatot? Uh, a, az összeállítás az a lehető legjobb volt? Hát én nem menném a bátorságomat, hogy uh, a kapitány kritizáljam. Nézd, de persze legjobb volt, hiszen őket választotta az aktuális edző. Én azt gondolom, hogy uh, jól látunk föl, és tényleg uh, csak azt mondom ismét, amit elmondtam már én is, sőt, az a sajtóban minden az jelenik meg, hogy ugye nem játszottunk jól de szerintem vele győzelmet érdemeltünk volna, hiszen a 92. percig a kezünkben volt a mérkőzés, és egy elképesztően szerencsétlen gólat tudtunk sajnos x a meccset, ö, nagyon fájól döntetlen. Én azt gondolom, hogy ha két ilyen közel azonos csapat játszik egymással... Így az... mondhatjuk szerinted, Ez hogy arról szó, Két közel azonos csapat. Erre, erre utalnék, hogy két közel azonos csapat játszik egymással és ilyenkor tényleg a nüanszok döntenek, és ilyenkor jött be a képbe az, hogy akár nézők hiánya is befolyásolhatja. Ezt akarom közé. kérdezni, hogy szerinted fogható-e bármi az átkapus körülményekre? Nézd, ha játszottunk múlva a hollandokkal, vagy az Andorával, hollandok kiemelkednek, Andorra az nyilván gyengébb képességű, mint mi, akkor nem hiszem befolyásol a De itt annyira kielezett volt a dolog, annyira két közel azonos csapat játszott egymással, hogy a 40 ezer ember valószínűleg hiányzott a stadionból, legalábbis nekünk. Igen. Na most uh, a, egy pillanatra még a, a Egervári féle válogatott ezen a meccsen látott uh, elképzeléséhez. Uh, ezt hogyan uh, tudnád fölfesteni? Tehát mi volt a, a mi taktikánk ezen a mérkőzésen? Hát egyértelműen azt játszottuk, hogy ugye mélységből próbáltuk a, a játékot felépíteni, és gyakorlatilag nagyszerű ült is a dolog. Aztán egy pontrugásból sikerült gólt szereznünk, ez egy, ez egy nagyon, -nagyon jó dolog, ellenfélnek ez fája, hiszen ez egy, ez egy, ezt lehet gyakorolni a támadás és a vélekezés részét is. Én azt gondolom, hogy amit a kapitány eltervezett, az egyértelműen ült, aztán még egyszer oda jutunk ki, hogy, hogy fatális szerencsétlenség történt a végén. De összességében én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy ez a meccs megtörtént, a legnehezebb találkozó most vár ránk szerintem Törökországban. A kapitánynak különleges feladata van, hiszen elsősorban most tanárnak, pedagógusnak kell lennie. Egy ilyen sok, sok után föl kell a csapatot újra ráznia, és mindenképpen döntő lesz az, hogy a játékosok pszichéje mennyire lesz rendben. De hát ő, 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 neki talán az a legnagyobb erőssége, nem? Egyértelmű. Nem dolgoztam a, mestőre mesterrel, hiszen elkerültük egymást, nem voltam a játékos, de rengeteget beszélgettem vele, és biztos, hogy minden játékos ilyen szempontból őt nagyon tiszteli kiemelkedő ebből a, a, a szakmában, a szegmen, szegmensében. Én azt gondolom, képes lesz arra, hogy csapatot újra fölrázza. Na most te a nagy tapasztalattal bíró hátvéd az egész mérkőzés folyamán nyújtott védekező teljesítmény milyennek láttad? Én nem, nem, láttam volna rossznak, aztán ugye most már az évek óta rendszeresen előjön, hogy a csapat hátulja, az talán nem annyira stabil, mint a, mint a támadó szegmens. Hát azért van valami, nem? Vagy nincs? Sajnos, sajnos mondjuk ki, hogy egyrésztről az jó, hogy van egy szalaink, egy remek képességű bal szésünk, jobb jobbszélésünk, középső középpályásunk de hátul bizony vannak gondok. Én mégis azt gondolom, hogy nem lett volna a teljesítmény rossz, de a futball örök törvénye az, hogy a támadók gyengén játszanak, de gólt szereznek, akkor minden szép a számukra. Mi ugye nem játszottunk volna rosszul, de egy ilyen fatális hiba után sajnos hogy azt kell mondani, hogy gyengén játszottak a védők. Uh, ugye Dombi Tibor rendhagyó értékelése, uh, nem néztem a meccset, korán fekvő vagyok, szeretek időben elaludni, a mérkőzés túl későn kezdődött. Persze, amikor a kippelet forgatnak, akkor egész éjjel föl van. Az eredmény persze tudom, az pedig nem lepett hogy a hajrában csúsztat ki a kezünkből a győzelem, általában így szoktuk csinálni. Hát uh, ez mi ez, egy koncentrációs probléma a végén? Éppen én sem néztem élőben a meccset, hiszen a... Mert te is korán fekszett. A fiának volt a születésnapján, uh -huh. és mindenképpen el kellett mennem, aztán persze másnap megnéztem felvételről, a TV-en rendhagyó figura, de mi a kérdés, ne haragudj, mert ezt nem... Hát az, hogy a, hogy a, a majdnában a bon csúszott ki a kezünkből a hogy nem lepődött meg rajta, mert általában így szoktuk csinálni. Ez nem igaz. Én pont ma, vagy tegnap, ma reggel, talán Pestről olvastam egy véleményt valamelyik internetes fórumon, hogy statisztikailag ez nem igaz. Valóban ezek a vereségek olyan olyan, hát emlékezünk rá mindig, de összességében nem igaz, hogy mi többször, veres, többször kapunk volt a, a meccs hajrájában, aztán persze a magyar-románt említve, ugye, itt olyan presztízsű volt a mérkőzés, egyrészt nyilván a vb miatt, másrészt különböző okokból tudjuk történelem ö, folytán, hogy mindenképpen fájó lesz ez, erre a meccsre még emlékezni fogunk, szerintem még öt év múlva is sajnos. És akkor létezik a románfóbia sajnos. Meglátjuk kint. Meglátjuk kint. De akkor azt mondd meg, hogy, hogy, ha visszatérünk a védekezés és a belső védőkre elsősorban, akkor, akkor, ott, amikor hibák vannak, és most ne csak erre az egy helyzetre élezzük ki, hanem, hanem, általában a válogatott játékában, akkor azok miből adódnak? Azt lehet mondani, mert összeszokottsági problémákat nem mondhatunk, nem? Ezt nem mondanám. Olyan? Ilyen szinten mondjuk összeszokottság nem hiszem, mert itt a játékosok Egyrészt ismerjük is egymás, másrészt, hogyha egy vállalatot szintű jobbeknek, belső a balbeknek azt mondják, hogy most ezt játszol, akkor azt meg kell oldani. Hát a, akár a meg azokat a rend teljes. rendszereket tudni kell. Ez teljesen mindegy. Jó. Vagy Na, vannak ezeknél a srácoknál jobbak? Ahogy az mondtam, nem mennék bele ilyen találgatásba, hogy ki a jobb. Az tény, és ezt ki lehet jelenteni szerintem, hogy az utóbbi években elsősorban védekezésben vagyunk gyengébbek. De az, hogy a srácok nem ismerik egymást, ez nem ki kifogás lehet. De az lehet, hogy mindez, ezek a problémák adódnak abból is, hogy a kapitány, aki nagy pszichológus, meg közösségépítő, ebből adódhat egy hátránya is, hogy ő eléggé megrözötten ragaszkodik bizonyos emberekhez. Tehát az azt nem mondhatjuk rá, hogy egy iszonyatos nagy kísérletező lenne. van, persze különböző karakterek vannak. Korábban Ilosz Rudi bácsi, és bácsi kialasztott 20 embert, és azzal dolgozott öt éven keresztül. Még egyszer mondom, hogy én még azt sem mondom, hogy kollégám a mester, hiszen én ma el a, a prótanfolyamot csak, ha engem kérdezel, lehet, hogy én, én talán ö, könnyebben váltanék, neki ez a módszere, ebben én nem szívesen kötnék bele, én máshogy csinálom, de ez abszolút az én véleményem. Ö, arra, erre még egy mondat elég kíváncsiak, hogy mi az, amit másként csinál. Az adott formát talán én jobban, ö, hogy is mondjam, ö, figyelembe venném, de, de nagyon távol tőlem az, hogy... Tehát arról beszélsz, hogy ha az adott formában valaki hátul védekezésben jó volt az elmúlt időben, akkor azt, akkor azt lehet, hogy jobb, hamarabb bedobni. Esetleg igen, de azt ne felejtsük egyébként el, hogy most itt csiránkozunk, mert csiránkozni valunk is van, de hatalmas dolog az, hogy szerintem a románok ellen, egy 2 kettes X után most ilyen rossz van. Korábbi ez nem volt így, hiszen a románok nálunk előrébb jártak sokkal, sok-sok éven, évtizeden keresztül, és szerintem ez egy roppant pozitív jel, hogy most pedig így állunk hozzá a mérkőzéshez, hogy ugyan nem kaptunk ki, de mégsem vagyunk elégedettek. Ha már utána hogy szerintem a legfontosabb mérkőzés most következik kedden este a Törökországból a törökök ellen, no akkor ott mit kell szerinted, mit lenne érdemes játszani a magyar válogatottnak? Győzni. Hát az igen, de Nyilván avasz. egészen más lesz a pszichéje a mérkőzésnek, mint ami itthon volt. Én azt gondolom, hogy két dolgot emelnék ki, elsősorban, ahogy mondtam az előbb, a játékosokat újra tűzbe hozni, újra fölrázni, ahogy voltak a pénteki meccs A másik, hogy ugyanezek a srácok kinyátszanak külföldön, de valószínűleg életük egyik legnegatívabb élménye lesz az, hogy egészen pakoli hangulat lesz. Török stadionok atmoszférája az egészen különleges, nem lehet se Németországhoz, se Angliához, se Svájchoz hasonlítani. Ezt kell valahogy a kapitánynak földolgoztatni a fiúkkal. Ha az menni fog szerintem játékba, én nem hiszem, hogy különösebben lehetnek gondjaink. Akár győzelem? Akár győzelem, ugye arról beszélgettünk, hogy a románok nem voltak nálunk jobbak. Ha én abból indulok ki, hogy a román csapat kint Törökországban tudott nyerni, hát mi is nyerhetünk be, még egyszer mondom, ez, ez, ez egy pokoli dolog lesz. Ma is nem tudom, hogy melyik városban lesz, de biztos, hogy akárhol lesz teltház előtt fogunk játszani. Én elsősorban ezt emelném ki, hogy játékosok ezt fel kell tudni dolgozni, hogy ott igazán barátságtalan hangulat lesz. Hát reméljük, hogy sikerül feldolgozniuk. Mindenesetre neked köszönöm szépen, hogy itt voltál és segítettél az elemzésbe. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.